Az első félben nem voltam 100%-osan elégedett, szóval inkább úgy kezdem, hogy tehát már a meccs elején az biztos volt, hogy megnyertük a mérkőzést, több sérült játékossal nem jött el a Marcelinak. Nem ez volt a kérdés, viszont gyakorlásnak jó, és viszont 5-6%-os tiszta zicsel szibáztunk, ami nem tetszett, mert ez belefér a Marcel ellen, de már a következő mérkőzésen Neka ellen, vagy hát van még egy jó pár nehéz ellenfelül, nem fog beleférni. Azt kértem a lányoktól szünetbe, hogy koncentráljunk, tehát próbáljuk kihasználni azokat a helyzeteket, és építsünk a védekezést, állítsuk meg őket kellemetlen, hát hogy mondjam, sokszor nehezebb egy ilyen csapat ellen a védekezés, mert látszólag igazából túl sok elképzelés nincsen benne, de ezt végül is jól megoldották a lányok, összesen kaptunk 5 gólt a második fél időben. Sokszor tördelték a játékot, megállították az ellenfelet, kezdhették újra, és a beálló elleni védekezés azt hiszem, hogy az majdnem, hogy 100%-osan működött a második fél időben. Ja, elsősorban a szünetben kaptak lehetőséget azok, akik talán mondhatjuk így, hogy máskor epizód szerepet kapnak, velük mennyire volt elégedett? Elégedett voltam, mint mondtam, a második fél időt azt magabiztosabban nyertünk meg valamivel nagyobb különbséggel, mint az első, tehát ők is hozzátették azt, amiért pályára küldtem őket. Én nem mondanám, hogy epizód szerep, de annyiban igen, hogy ugye az elmúlt 2 mérkőzés az nagyon-nagyon szoros volt, tehát nem nagyon volt lehetőségem mindenkinek játék lehetőséget adni, de akik pályára léptek, és hagyjam eljem ki a Csengét, aki fiatal koda ellenére nagyon-nagyon jól játszott, mind védekező, mind támadás erőssége volt a csapatnak, és hát ez a jövőre nézve nagyon-nagyon pozitív. Nagyon magabiztosan hoztátok. Igen, örültünk neki, hogy így ez könnyebben sikerült, mint az eddigiek, és tudtunk egy kicsit önbizalmat szerezni a előző meccsekhez képest. Ugye már azért jó pár hete játszol, felépült a sérülésedből, de gondolom, hogy neked meg különösen fontosak ezek a meccsek is. Igen, nagyon jó, hogy itt ennyit tudok játszani az ilyen meccseken, és egyre jobban felépíthetem a visszaépülésem a csapatba. Némiképp állatlanul edzőváltás volt, nyilván meg kell szoknotok egymást Kovács Péterrel is. Hogy halad ez a dolog eddig, hogy látod? Úgy gondolom, hogy eddig ez nagyon jól halad, élvezzük az edzéseket, és szerintem jó az összhang a csapat és az edző között. Mai meccsen ugye sokan lehetőséget kaptak, forgott a csapat, maradt benned bármi hiányérzet? Nem, szerintem most ez úgy sikerült, ahogy szerettük volna, úgyhogy minden rendben. Az éhség megvan, ugye a szezon vége jön, nyilván a szombathelyen úgy tűnik, hogy sorsdöntő versenyfutás lesz, hogy álltok itt az utolsó hónapokhoz. Igen, nagyon készülünk, sok felkészülési mérkőzést játszunk, és most a NECA ellen elsősorban készülünk még a szombathely előtt, mert az egy nagyon fontos meccs lesz.